szép idő beköszöntével kellenék félnünk attól, hogy a kertbe kihelyezett virágokat valami károsodás éri. Hát azért még a tavasz igen csalós, tehát még erre a hétre is mínuszokat jósolnak, úgyhogy bármennyire is úgy érzi az ember, hogy itt a tavasz. Kicsit várnunk kell még ezeknek a növényeknek a kipakolására. Napközben napsütéses, gyönyörű szép időnk van, így megjön az embernek a kedve a virágvásárláshoz, illetve az ültetéshez, viszont éjszakára mindenkinek javaslom, hogy tegye fedett helyre, hogy ne érjék a hidegek a növényeket. Biztos, hogy sokan már azért érdeklődnek a kertészetben a virágok iránt. Mi az, amire leginkább igény van most a vásárlók részéről? Én úgy gondolom, hogy a muskátli mellett egyre jobban elindult a más egyéb növények iránti kereslet, gondolok itt a balkonnövényekre, petúniák, diasztiák, ezek egyre jobban úgy érzem, hogy a köztudatba is kerülnek, illetve a fiatalabb generáció elég impulzív, tehát hogyha bejön a kertészetbe a különlegesebbet, a minél színesebbet keresi, illetve ugye azt is figyelembe kell vennünk, hogy ahogyan tapasztaltuk az elmúlt nyár eléggé forró volt, próbálunk olyan fajtákat nevelni, illetve termeszteni, amik ezeket az időjárási körülményeket nagyon jól bírják. Muskátlik közül ez a champion nálunk, illetve a dolomit fajta sor. Hát a dolomit sorozat az egyik, ami olyan fajta, ami nagyon jól bírja ezeket a körülményeket, kertészbarát is egyébként, mind a mellett, hogy végfelhasználó barát is. 11 színben elérhető, és én úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja a kedvenc színét ebbe a sorozatban. Emellett itt vannak a kóleuszok, a gaura is, ami egy olyan növény, ami nagyon jó szárazságtűrő, valamint az ipomea, amit még nagyon szoktak szeretni és kedvelni, és szintén nagyon jól bírja a szárazabb körülményeket. A tavalyi évben csináltam először ezeket a vegyes beültetéseket, 14-es cserébe, 3 növény van egy cserébe, olyan növényeket válogattunk össze, amik nagyon jól tudnak együtt egyrészt mutatni színben, másrészt pedig habitusban is. A mostani időjárás mellett melyek azok a növények, amelyek már elvihetők, illetve kisebb gondoskodással otthon megóvhatók? Már viszik a muskátlit. Én még a balkon növényeket annyira nem javaslom. Hosszantartó jobb idő szükséges ahhoz, hogy ezek a növények ténylegesen jól érezzék magukat a kinti körülmények között. Illetve sokan keresik ugye már az egynyáriakat, szőlővirág, gazánia. Ezekre is úgy gondolom, hogy még egy picit várjunk, legyünk türelemmel. Muskátli, angol muskátli az, ami talán a legjobban tűri ezeket a változékonyabb időjárásokat, de ezt is célszerű egyébként éjszakára még bent tartani, aki nagyon szeretné már elvinni. Ugye elmúlt hét szombaton már megnyitottunk a lakosság számára, minden szombaton héttől délig van nálunk nyitvatartás, mindenkit várunk szeretettel. Az angol muskátli az, amelyik kertészetünkben most a legkifejlettebb állapotában van, illetve ez az a növény is, amit én úgy gondolom, hogy első körben már ki lehet tenni a teraszra vagy balkonládába. Én úgy gondolom, hogy a mai rohanó, stresszes világban nagyon fontos az, hogy az emberek ki tudjanak kapcsolódni, és valami olyan tevékenységet csináljanak, ami pozitív hatással van az ő lelki világukra. Én úgy gondolom, hogy a kertészkedés az egyik olyan dolog, és ez egyébként tudományos tény is, hogy egyrészt aki a virágokat szereti, az rossz ember nem lehet, másrészt pedig boldogsághormonnal tölti el az embert, és én kívánom mindenkinek azt, hogy legalább egy cserépvirága legyen otthon, és az legyen akkora boldogság, mint nekünk ez az 1,4 hektár.